Konzultációkat kezdeményezett Klaus Joannis elnök a május 26-ai népszavazás eredményének gyakorlatba ültetéséről, egyben az európai parlamenti választás és referendum eredményének politikai következményeiről is szó lesz, nyilatkozta az államfő. Két napos konzultációs sorozat kezdődött ma a Kotrocseni palotában a népszavazás eredményeiről és az EP választások politikai következményeiről. Ma három politikai alakulat küldöttségeit fogadta Klaus Johannis elnök, elsőként a Nemzeti Liberális Párt küldöttségét, utóbb az USZERÉ vezetőit, végül pedig az RMDS delegációját. A többi parlamenti politikai alakulat képviselői holnapra hivatalosak az elnöki palotába. Johannis elmondta, nem formai konzultációról van szó, hanem azt szeretné, ha a parlamentben az európai értékek iránt elkötelezett többséget alakíthatnak ki, ahogy ezt a választók üzenték. Úgy vélte, a parlamentnek rövid időn belül el kell fogadnia az alkotmánymódosítás szövegét, aztán kiírni az ezt megerősítő referendumot a következő választások egyikével párhuzamosan. Az alkotmánymódosítást megerősítő népszavazás gyakorlatba ültetését minél gyorsabban megszervezzük, annál jobb. Másrészt, tekintve, hogy van már három szavazás, furcsa lenne a népszavazást két választás közé szervezni, semmi sem akadályozza, hogy az alkotmánymódosítást az egyik következő választással összevonjuk. Az elsőként fogadott liberálisok a várakozásoknak megfelelően teljes mértékben felsorakoztak Johannis elnök álláspontja mögé. Ludovik Orbán pártelnök ugyanakkor elmondta, hogy a PCD a megyei tanácselnökök közvetlen megválasztására vonatkozó sürgősségi rendelettel gyakorlatilag szembeköpte a szavazókat, és felszólítják a népügyvédjét, hogy támadja meg a rendeletet az alkotmánybíróságon. Mi a Nemzeti Liberális Párt álláspontját ismertettük, és pedig, hogy feltétel nélkül támogatjuk az elnök által Megfogalmazott alkotmánymódosítási javaslatokat a parlamenti vitában és az alkotmánymódosító népszavazáson is? Az Uszöri frakciója ugyancsak támogatja az alkotmánymódosítást, és azt az ötletet is felkarolta, hogy a referendumot kapcsolják össze az elnökválasztásokkal. Nagyon jó ötletnek tartom. Az emberek azt mutatták, hogy motiválja őket a polgári vetület. Ebben az esetben az elnökválasztási kampányban használhatják a népszavazás üzenetét is. Még egyszer, nagyon jó ötlet. A Ceremdiasz részéről Cseke a szenátor megismételte, a szövetség támogatja az alkotmánymódosítást és azt az álláspontot, mi szerint minden sürgősségi rendeletet meg kell tiltani, csak katasztrófa helyzetben lehet engedélyezni. Mi azt mondtuk, hogy, hogy itt szakemberek, jogászok kell dolgozzanak ezen az alkotmánymódosításon, és megismételtük azt a véleményünket, hogy ami a sürgősségi kormányrendeletek intézményét illeti, ott mi egy sokkal radikálisabb megoldást is el tudnánk képzelni és támogatnánk. A konzultációk holnap folytatódnak Kotrocsényben, amikor Klaus Johannis elnök, a PMP, az ALDE, a Pro-Európa, a kisebbségek, végül pedig a PSZD frakció küldöttségét fogadja.